Nagyon sajnálom, hogy nem sikerült nyerni ezt a mérkőzést. Nehéz, jó ellenfele ellen játszottunk a folytatást. Nagyon sok helyzetet kihagytunk, kidolgoztunk. Nagyon fontos az, hogy nagy akaraterő volt a csapatomban, amiért megköszönném a teljesítményt is a csapatomnak. A játékban szerintem 60 percig jobb csapat voltunk, mint a Ferencváros, főleg az, hogy több helyzetet tudtunk kidolgozni. Csak sajnos volt 2-3 tiszta helyzetünk, amiből gólt kellett volna szereznünk. Nagyon könnyen kaptuk az 1-0-ra a gólt, a védelembe hibáztunk. Ilyen csapat ellen, mint a Ferencváros, nehéz előnybe kerülni, vagy visszakerültünk a játékba. Úgy éreztem, hogy 60. percben erőben jobb állapotban vagyunk, mint az ellenfél. Ezután történt ez a szerencsétlen kiállítás. Viszont a Joelnek nem mondhatok semmit sem, mert beleadott apait, anyait, kicsit lehet, hogy hideg fejjel mehetett volna bele a párharcba, mivel volt neki egy sárga lapja, de viszont ilyen esetben nem tudom karhálni a játékosomat, vagy megbüntetni, mert azt csinálta, amit kell. Sajnos a második sárgát megkapta, emberhátrányba játszottuk az utolsó perceket, hátra maradt, nagyon nehéz a Ferencváros ellen 11-11-re, nem még, hogy egy emberre, kevesebben. Sajnos itt hátrányba kerültem, de viszont nagyon bíztam azelőtt abba, hogy meg tudjuk nyerni ezt a mérkőzést, ha nem történik meg a kiállítás, szerintem ez sikerült is volna. Kicsit oda kellett volna jobban figyelni a befejezésbe. Egy olyan csapat ellen, mint a bajnoki Ferencváros, jobban ki kell használni a helyzeteket. Nem minden nap, hogy 3-4 tiszta helyzetet kiadunk, persze megfelejtsük el, hogy Dibusz Dénes nagyon jó védett a mai nap, megtartotta a Ferencvárost. Előleg azt mondom, amit ismétlem, amit nemrég említettem, ha így fogunk játszani, akkor nem félek attól, hogy föl tudunk esetleg a harmadik helyre is kapaszkodni, de minden meccshez, a következő 7 mérkőzéshez így kell hozzáállnunk, és ilyen játékot kell nyújtanunk, amit ma tudtunk nyújtani a Ferencváros ellen.